lábazatok szigetelésén figyelni kell arra, hogy a szigetelés ilyen megfogást is kapja, hogy ez a szigetes ne tudjon lecsúszni a napsütés és meleg hatására, hiszen elengedi a felületet és lefolyik a felületről. Tehát fontos megfogni egy sínnel, amit 20 cm-t szépen rögzítünk. Tehát jelen esetben ez most hiányzik, illetve probléma lehet még az is, hogy nincs felületi kiegyenlítés a téglafalra sem készítve, ezáltal nem tud rendesen tapadni a szigetelés, hiszen ezek a rücskök, ezek a göröngyök nem engedik ezt meg. Illetve, hogyha nem jól dolgozzuk hozzá, akkor a rések is kialakulnak. Tehát az a sín, ami a megfogást biztosítja, még felül az éltömítést is kell, hogy biztosítsa. Tehát az is ott kell, hogy legyen, hogy ne legyenek ilyen felső beázási helyek, mint jelen esetben. Tehát figyelni kell a lábazati szigetelés felső élének kialakítására, hogy legyen az megfogva, legyen az tömítve, és kellő számú rögzítéssel is el legyen látva, hogy az a sín maga, ami fogja ezt a szigetelést, ne válhasson el, illetve ne legyen hullámos annyira, hogy a víz mögé tudjon folyni. Tehát lábazati szigetelés és felső élképzése.